Elkészült szexát költségvetési tervezete, amit átsezső a Tolnai megyeszékely Fideszes polgármestere mutatott be hétértékelő sajtótájékoztatóján. Ez alapján a város 19,6 milliárd forintból gazdálkodhat 2020-ban. Ebből 7,7 milliárd a működése az összeg, a többi pedig beruházás, fejlesztés. Ezek a fejlesztések, beruházások azt a cél hogy minél élhetőbb legyen és biztonságosabb a város, és ez már nem nekünk az az hanem a jövő generációinak. Át kiemelte, ha a közgyűlés rábólint a költségvetési tervezetre, akkor folytatni kívánják a már folyamatban levő beruházásokat, így például az óvodai, bölcsödei fejlesztéseket, továbbá új orvosi rendelőt építenének a városban és a Baka István általános iskolánál, valamint a DNS Valéria általános iskolánál energetikai korszerűsítést hajtanának végre. Ássezső hozzátette, 130 millió forintot szánnának a szociális ellátórendszerre. A költségvetési tervezetben szerepel a gyógyszerár támogatás, valamint a lakhatási támogatás, de megvannak a források a szociális tűzifa támogatása és a szépkorúak karácsonyi csomagjára is, tette hozzá Ássezső. Újdonság, hogy a szülővárosukba visszatérő fiataloknak letelepedési támogatást nyújtanának, ez is szerepel a tervezetben. Nyilván kétféle van, az egyik az, hogy egy ingatlan vásárlás, hogy nyújtanak az önkormányzat támogatást, azért a teherbíró képességét a költségvetésnek figyelembe kell venni mindenféleképpen. A másik, hogyha nem ingatlant vásárol, az én terveim szerint legalábbis ha nem ingatlant vásárol valaki nem bére, mint albéletet, akkor pedig az albéletnek a díja az hozzá a város valamilyen formában. Személy szerint én inkább azt a fajta támogatás javaslom, amikor valaki ingatlan tud vásárolni, és ez biztosan hosszabb távon ért tudja kötni szexházhoz őket. elmondta, a költségvetési tervezetet minden képviselőnek kiküldték, amit a különböző bizottságok soron következő ülésükön áttárgyalnak majd. A 2020-as költségvetés végső formájáról pedig a közgyűlés dönt majd.